Mint minden kapcsolatnak és minden fejlődésnek, van egy belépőpontja és egy kilépőpontja. Akkor is így van ez, hogyha, hogyha egy sikeres dologról beszélünk. Mindennek megvan a végpontja. Ez a végpont nem minden esetben szükséges egy abszolút véget jelentsen, hanem ez lehet egy átmenet arra, hogy hogy új életet kezdjen az a kapcsolat. A, ha csak a folyamatnak az egyik részét nézzük, hogy találkozik két elem egymással, majd lesz ennek egy jövője, akkor azt feltételezzük, illetve azt történik minden esetben, hogy a két elem közül az egyik valamivel rendelkezik, amivel a másik nem. És a kapcsolatnak a feltétele az az, hogy átadás lesz. Tessék? Nem, átadás. Nem átalakulás, hanem átadás. Tehát a kapcsolat feltétele ebben az esetben, hogy itt eredmény legyen, hogy legyen átadás. Ahhoz az egyiknek rendelkeznie kell valamivel, és a másiknak meg nem. Ha az egyik rendelkezik és ezzel, és át akarja adni, van szándék átadni, és a másiknak még a másik ezt még nem tudhatja, hogy, hogy ott van valami, hanem csak azt fogja érzékelni, hogy elkezd változni az élete. A világon minden egyes folyamat ezzel a feltétellel tud elindulni. Minden folyamat. Lehet, hogy első körben, első gondolatban nem tudunk minden folyamatot ebbe a gondolatba berakni, de tovább gondolva az egészet, lebontva a lényeges tényezőkre, bármilyen szituációt, megtaláljuk ugyanezt az elemet. Az átadásnak viszont vannak olyan pontjai, ahol maga az átadás folyamata elhalhat, vagy rögtön, vagy már ellehetetlenül, és az adott időben nem tud teljesülni. Ilyen pont hét darab van a folyamatban. Ezek a pontok azok a pontok, amikor a Két fél viszonya meg kell változzon, hogy tovább haladhasson a folyamat. Ha nem változik meg a viszony, a folyamat el fog halni. Tehát adva vannak azok a pontok, amikor mindenképpen változnia kell a viszonynak, és ez a viszonyváltozás meg fogja fordítani a szerepeket. Úgy, hogy az elején rendelkezik A valamivel, amit átad B-nek, és a végén rendelkezik B valamivel, ami épít arra, amit A átadott, de tovább haladja. Meghaladja azt. Ez a transformáció fog létrejönni a tudásokban. És közben van a hét katasztrófa pont, ahol ez a folyamat elbukhat. Minden egyes ponton transformáció jön létre, méghozzá a viszonyok transformációja. Történetesen az elsőnél a megismerkedés például, a másodiknál a felismerés, a harmadiknál a megértés, a negyediknél az átadás, és így tovább jönnek a többi pontok. Ezeknek meg kell történni. Nincs megadva, hogy mikor történik meg. Hanem attól függ, hogy miről van szó, mit adnak át, kik adják át hol, át, hol adják át, mikor találkoztak, milyen energetikával, milyen feltételek mellett, és mi a cél, és mi az elérhető maximum cél. Tehát milyen perspektívája van ennek az egésznek. Ettől függ, hogy hol helyezkedik el a végpont, és ezekben nagyon nagy eltérés nem lehet, főleg akkor, ha megtörténik az első lépés, az gyakorlatilag szinte az összes pontot már előre jelzi, hogy pontosan hol lesz. Megjósolható, hogy mikor történik meg az eredmény. De nem azzal kell foglalkozni, hogy megjósoljuk, hogy mikor történik meg, hanem azzal kell foglalkozni, hogy érezzük, hogy mikor van transformáció, mikor szükséges az első transformáció. És mi kell hozzá? Ezek a katasztrófa pontok, ezek szuperkaotikus állapotok, amelyben megvan a bemeneti pont, megvan a kimeneti pont, és a kettő között nincsenek logikus kapcsolatok, hanem végtelen variációk vannak, amelyben a potenciál különbségek fogják, tehát a kimeneti pont és a bemeneti pont potenciál különbsége fogja meghatározni, hogy hol tud átmenni ez a két ember a transformáció folyamán. Hát ezek a katasztrófa pontok.